Ebben az épületben is mintegy 245 millió forintból újult meg az épület. Láthatjátok ti is, hogy milyen csodálatos kinézete lett, illetve hogy mennyi minden került felújításra. Kezdve azzal, hogy nyílászáró csere történt, kezdve azzal, hogy a lapos tetőnek a vízszigetelése megtörtént, valamint a pincefödém szigetelése is megtörtént, és talán ami az energetikai szempontból a legfontosabb, az pedig a napelemeknek a felhelyezése és a napelemeknek a beüzemelése, amitől természetesen azt várjuk, hogy a számla is valamivel kevesebb lesz, mint ami eddig volt. Ahogy említettem, az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sok intézményben járhattam, hiszen közel 1000 intézmény újult meg az elmúlt években, ami csak állami fenntartású intézmény, és nagyon-nagyon nagy pénzt fordított a kormány arra az unióval közösen, hogy ezek az épületek valóban olyan 21. századi oktatást tudjanak nyújtani, amire nektek, diákok, szükségetek van. Ahhoz, hogy egy oktatásról azt mondjuk, hogy jól működik, ahhoz nyilvánvalóan legalább 3 pillére van szükség. Ugye az egyik az, hogy infrastruktúrálisan megfeleljen, másik felszerelésben, és talán mindennél sokkal fontosabb a szakmaiság, a pedagógusok személyisége, a pedagógusok munkája. Debrecen hosszú távú célja, hogy tudásalapú, erős gazdasággal rendelkező, integráló erejű központ legyen központja legyen a régiónak, fejlesztési programjai pedig azt az erős alapot jelentik, amely az oktatás jelenét és a jövő fejlesztési irányát is meghatározzák. Debrecen történelméből fakadóan is kötelességünknek érezzük, hogy elősegítsük és felelősséget vállaljunk a közoktatási intézményeink korszerű működtetéséért és fejlesztéséért. A város oktatási stratégiája arra az alapelvre épül, miszerint azok a települések lehetnek igazán sikeresek, ahol erős és eredményes iskolarendszer működik. Városunkban több mint 70 ezer diák tanul, ezért nem véletlen, hogy a Debrecen 2030 program egyik leglényegesebb eleme az oktatási rendszer fejlesztése, amelynek sarkalatos pontja az infrastruktúra korszerűsítése. Köszönet azért, hogy a város és a magyar kormány ebben a tekintetben is erős szövetségben végzi a munkáját, hiszen az elmúlt években sorra újulnak meg bölcsődéink, óvodáink, iskoláink, és épülnek is, hála Istennek, újak mindegyik szegmensében a nevelési és oktatási rendszernek, és sorozatosak a környezetudatos és energiahatékony fejlesztések. Nem mindegy, mennyibe kerül fenntartani egy intézményt. És ha e területen kellően ügyesek vagyunk, takarékos megoldásokat tudunk alkalmazni, amelyek ráadásul környezetkímélőek is, akkor az így megtakarított összegeket lehet másra fordítani. Hát én remélem természetesen, hogy az így megtakarított összeg ugyancsak az oktatás szolgálatát fogja a jövőben is finanszírozni, csak akkor már sokkal nagyobb arányban lehet beltartalmi kérdésekre koncentrálni, mert az infrastruktúra az ilyen szempontból az épület rendelkezésre áll minden szempontból. És még egy dolog jut erről eszembe, polgármester úr említette, és ez tényleg így igaz, az elmúlt években nagyon-nagyon sok oktatási intézményünk újult meg, épültek is újak. Én megpróbáltam, amíg ide jöttem, számba venni, hogy mennyi, bevallom őszintén, nem tudom. Nem sikerült, mert ez azt mutatja, hogy sok, tényleg sok. És mindegyik esetben elmondhatjuk azt, hogy a kivitelezés, a megújulás olyan irányokat vett, ami abszolút a modern kor igényéhez igazodik, meg a jövőhöz passzol, nevezetesen energiahatékonyság, környezetkímélés, és ha úgy tetszik, a zöld átállás és a zöld technológia. Úgyhogy itt Debrecenben öles léptekkel megyünk abba az irányba, a szó jó értelmében, hogy minél környezetbarátabb és minél inkább energiahatékony megoldásokat tudjunk alkalmazni a közintézmények, és egyre nagyobb arányban a magánintézményeknél és a magánlakásoknál is. Én azt hiszem, hogy ez a jövő, és nem csak mi gondoljuk ezt, hanem a világ számos más táján is. És az, aki képes felismerni, hogy milyen irányokat kell vennie, az biztos, hogy
hosszú távon, de már rövid, sőt középtávon is egy adott helyzetnek a nyertesévé tud válni. Bár gyönyörűen megújultatok, és ez nem utolsó szempont természetesen egy beiskolázásnál, hiszen a szülők is megnézik, hogy hova hozzák a gyermekeiket. Ez csak egy kívülről történt becsomagolás. Az igazi valóság, az a szívből adni tudás, amikor a tanítónéni és tanárbácsi bemegy a becsengetett órára, bezárja az ajtót, és ami ott történik. Ahogy látom az arcotokon, ebben az intézményben nagyon nagy szakmaiság történik. Szerettek idejárni, és bízunk benne, hogy ez a fejlesztés is hozzásegít ez, hogy jöjjenek még további iskolatársatok, de a mindennapi beiskolázás az az, amikor a tanítónénik nap mint nap az osztályteremben vannak.